Augusztusban még javában zajlottak a nyírt távhű, ilyenkor szokásos nyári felújítási karbantartási munkálatai Nyíregyházán. A szolgáltatónak idén is szeptember közepéig kellett elvégezni a korszerűsítéseket. Hivatalosan az előző hónap 15-től indult meg a fűtési szezon, az időjárástól függően akkortól kérhették a fogyasztók a szolgáltatás bekapcsolását. Jó László, a nyírt távhű ügyvezetője azt mondta, a megrendelések az utóbbi napokban szaporodtak meg, a jövő héttől pedig várhatóan már minden lakást fűteni fognak a vármegye székhelyen. 8,500 lakást már fűtünk, ez azt jelenti, hogy több mint a felét a fogyasztóinknak, hiszen 16.700 fogyasztó van Nyíregyházán, de több mint a felét már fűtjük, illetve hát közületek, közintézmények, iskolák is kérték már a fűtés beindítását. Az időjárás előrejelzés alapján feltehetően jövő hétre már az egész város menni fog, tehát szolgáltatni fogunk. Nyilvánvalóan ez most egy viszonylag nagy terhet jelent, hiszen nagyon sok megrendelő érkezik, de igyekszünk ezt azon a napon, amikor a megrendelőket leadják, azon a napon már be is üzemelni a fűtést. Fontos, hogy a megrendelőket írásban kéri a távhőszolgáltató, ez eljuttatható papír alapon vagy e-mailben is a céghez. Az ügyvezető hozzátette, a legutóbbi szezont követően igen jelentős összeget fizetett vissza a cég a fogyasztóknak, a távhő ára pedig változatlan marad a korábbiakhoz képest. Tehát lakossági fogyasztónak kiegyenlített részszámla van, aminek a nagyságát, nagyságrendjét a fogyasztóik határozzák meg, tehát az előleg fizetésnek a nagyságát. Ezt egyébként hát célszerű jól eltalálni mondjuk így, hiszen több éves tapasztalat van erre, hogy ne kelljen majd a fűtés elszámoláskor ugye többet ráfizetni. Most az volt a jellemző, most visszaadtunk a fogyasztóinknak, a szaldója az 90 millió forint körül volt, tehát ennyit fizettünk vissza, ennyivel többet fizettek be, ennyivel enyhébb volt a fűtési idény. Hát reméljük, hogy az idén is egy enyhébb fűtési időszak következik, tehát nem lesznek túl nagy fizetnivalók. Egyébként díjemelés nem történt, tehát október 1-től maradtak azok az árak, lakossági árak, amelyek voltak az elmúlt fűtési idényben. A hidegebb időjárás nem csak a távfűtéssel rendelkező ingatlanok fűtését indokolja, a lakóövezetek, kisvárosok és falvak családi házaiban is egyre többen döntenek úgy, hogy bekapcsolják a fűtőberendezést, vagy begyújtanak a cserépkályhába. Még mielőtt azonban napi szinten használatban lennének ezek a fűtőberendezések, érdemes azok állapotát, valamint a kéményeket is felülvizsgálni, jelentősen csökkentve ezzel a szénmonoxid mérgezés esélyét. Ez a szénmonoxid szivárgás, illetve mondjuk a kéménytűz is itt hozzá tartozik, ugye ez a két esemény, ez megelőzhető. Jellemzően miért alakul ki ez a két esemény? A nyílt égéstörő tüzelő fűtőberendezéseink nem megfelelő légutánpótlása miatt, a tüzelő fűtőberendezés műszaki állapota miatt, nem megfelelő műszaki állapot miatt, illetve egy nagyon fontos dolog, az ellenőrzés karbantartás hiánya miatt a kéményseprő ellenőrzésének vagy kéményseprés ellenőrzésének elmaradása miatt. Hát hogyan tudjuk orvosolni, mert mindig ez a legfőbb kérdés ugye mindenki számára, légutánpótlás. Miért olyan fontos ez egy nyílt égéstörő tüzelő fűtőberendezés esetén? Mert egy számadatot bedobva egy köbméter gáz elégetéséhez 10 köbméter levegőre van szükségünk. Na már most ez azt jelenti, hogy rengeteg levegőre van szükség a nyílt égéstörű tüzelőfűtő berendezésünknek, és ezt megfelelő légutánpótlással tudjuk biztosítani. A tűzoltósági felügyelő hangsúlyozta, életet menthet a szénmonoxid érzékelő használata a fűtési szezonban. A katasztrófavédelem honlapján elérhetőek azok a készülékek, amelyeket a hatóság biztonságosnak ítélt meg, valamint azok is, amelyeket a rendvédelmi szerv betiltott, és nem javasolja annak megvásárlását.